Idén-nyáron nem volt ritka, hogy napközben akár 40 fokig is felcsúszhatott a hőmérő higanyszála, esténként pedig nem ment 25 fok alá a hőmérséklet. A nyári forró napok, a hőhullámok száma pedig a klímaváltozás következtében tovább növekedhet az elkövetkező években. De a csapadék mennyiségében és intenzitásában, valamint a csapadék képződés idejében is gyökeres változás állhat be. Magyarul a lehulló csapadék az sokkal koncentráltabban fog érkezni, ami azt jelenti, hogy sokkal rosszabbul fog hasznosulni a földeken, amely természetesen az aszály lehetőségét fogja előrevetíteni. A klímaváltozás jelei már a megyében is érezhetők. Éppen ezért tavaly decemberben megalakult a megyei éghajlatváltozási platform azzal a feladattal, hogy egy klímastratégiát dolgozzon ki a megye számára. A stratégia célja, hogy csökkentse a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint a helyi közösségüket felkészítse az elkerülhetetlen kockázatokra, és lehetővé tegye az ezekhez való alkalmazkodást. A klímastratégia kialakításakor a szakemberek megvizsgálták a klímaváltozás megyét érintő veszélyeit, illetve azokat a kulcslépéseket, amelyekkel a káros hatások elkerülhetők. Ezek alapján határozták meg a legszükségesebb feladatokat. Egyik legfontosabb célnak az öntöző víznek a megtartását jelölték ki, hiszen elég sok víz átfolyik a megyénken, és még mindig ugye a nyári hónapokban, amikor 40-42 fokok vannak, ugye szenvednek a növények, nincs megfelelő öntöző víz. A másik téma az úgynevezett gyors viharokra való felkészülés. Ugye láttuk azt, hogy egy-egy gyors vihar, jégeső milyen komoly károkat képes tenni a különböző települési épületekben, főleg itt a kis települések vannak kitéve, illetve a városok esetében pedig a zöld felületeknek a csökkentése oda vezetett, hogy néha térdig, amikor egy nagyobb eső van, térdig gázolhatunk a vízben. A klímastratégia kidolgozása során valamennyi érintett területen sikerült előremutató lépéseket tenni. Pontosan ez a lényeg, hogy nem csak egy területet akartunk kiemelni, hanem minden egyes olyan lépést szeretnénk megtenni, amely hozzájárul majd ahhoz a célhoz, amiért már az előbb is említettem, hogy valóban egy olyan stratégia készüljön el, amely aztán nem az asztalfióknak készül, hanem majd valóban olyan stratégiai lépéseket tud majd megvalósítani, amellyel tudjuk csökkenteni, illetve meg tudjuk előzni azokat a változásokat, amelyeket a klímaváltozás okoz az életünkben. A megyei klímastratégia tervezetének megvitatására, a cselekvési lehetőségek bemutatására a megyeházán nyílt lehetőség. Az itt felmerült javaslatok alapján átdolgozzák a klímastratégiát, amit ezt követően fogadhatnak majd el. A Klímabarát Települések Szövetségének meg kell küldenünk ezt az egyeztetési verziót, amint jóvá hagyta a településet a szövetség, azt követően közgyűlés elé kell vinnünk az anyagot, és jövő áprilisban várható végleges stratégia. A végleges megyei klímastratégia példaként szolgálhat majd a településeknek saját klímastratégiájuk kidolgozásához is. A tervek között szerepel az is, hogy a jövőben egy határon átnyúló regionális klímastratégiát is kialakítanak.